Tisztelettel köszöntöm a Trio Televízió nézőit. Büki stúdió beszélgetésünket láthatják. A mai témánk az idegenforgalommal kapcsolatos, a magánszállásadók pályázati lehetőségéről fogunk beszélgetni. Vendégeink Spilenberg Andrea, a Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesületnek az elnöke, Pálfi Tamás, a TDM menedzsere, illetve Németh Gyula, aki a Büki Szoba Kiadók Szövetségének az elnöke. Hát történelmileg úgy alakult Bükön, hogy nagyon sok a magánszállásadó, amikor még ugye a 60-as években megindult egyfajta idegenforgalmi vándorlás Bükk irányában, akkor még ugye Bükk nem rendelkezett szállodákkal, és hát nagyon sok büki család foglalkozott szobakiadással, úgynevezett szobáztatással, és hát gyakorlatilag a mai napra kialakult az, hogy körülbelül becslések alapján 3,5 család foglalkozik Bükön szobakiadással, és hát az elmúlt időszakban fölmerült az, hogy az idegenforgalmi adóból valamilyen módon ezek a magánszállásadók visszakaphassanak bizonyos részt, hogy minőségi fejlesztést tudjanak létrehozni. De ennek a területnek sokkal jobb ismerője nálam Spilenberg Andrea. Hogyan, miképp történt ez az egész pályázati rendszer? Hogy indult? Kik kezdeményezték? Hát tulajdonképpen a most megvalósult pályázati rendszer a hévízi példán alapszik. 7 évre nyúlik vissza ez a folyamat, amikor megkaptuk az első anyagot a tavalyi év elején Hévízről, és ezzel körülbelül egy időben a Büki Szobakiadók elnöksége, vezetősége is megkereste ez ügyben polgármester urat, és ugyanerről a lehetőségről ők is beszámoltak, illetve érdeklődtek afelől, hogy Bükön is volna erre lehetőség hasonló formában megvalósítani. Természetesen közösen egyeztettünk ebben kapcsolatban. Mi a TDM részéről nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy a magánszálláshelyeken is egy minőségi fejlesztés bizonyos támogatási formában is megvalósulhasson, nem csak önerőből, és ezért az előkészítésében is ennek a projektnek, ennek a pályázati szerkezetnek a kialakításában is részt vettünk. Folyamatosan egyeztettünk a Szobakiadók Szövetségének vezetőségével is, és hát most jutottunk el oda, hogy végül is február 16-án írt ki egy pályázatot a Bükkváros önkormányzatának képviselőtestülete az egyéb szálláshelyek minőségfejlesztési felhalmozási támogatásának pályázatát, és mi ezen a pályázaton, tehát a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület pályázott, ezzel tudtuk azt a jogi lehetőséget megteremteni, hogy a pályázatot mi, tehát a mi munkaszervezetünk, a TDM munkaszervezet tudja kiírni, és ennek a részleteit majd Pálfi Tamás kollégám fogja elmondani, mert ő lesz az, aki a lebonyolításban tevékenyen részt fog venni. De tulajdonképpen most tartunk ott, hogy a mai napon erről egy fórumot is fogunk tartani a szobakiadók részére, ahova közösen, külön-külön is és közösen is meghívtuk mindazokat a egyéb szálláshely szolgáltatókat, akik ebben a pályázati struktúrában és lehetőséggel élhetnek. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen el fognak jönni, és élnek ezzel a lehetőséggel valóban. Mielőtt a pályázat részleteivel megismerkednénk, beszéljünk egy kicsit a minősítési rendszerről. Kedves nézőink bizonyára tudják, hogy ugye a szállodáknál van egyfajta minősítési rendszer, ugye ezek a csillagok jelentik. Van-e a magánszállásadóknál ilyen minősítési rendszer, és ha igen, akkor ez hogyan, miképp működik? Nem tudom, ki válaszol rá, Gyula talán. Igen. Van ilyen rendszer a magánszálláshelyeknél, nemzeti tanúsító védjegynek hívják, vagy ha egyszerűbben akarom fogalmazni, akkor koronás minősítésnek. Ez hasonló, mint a szállodáknál a csillagos minősítés, 2, 3, illetve 4 koronás szálláshely minősítések vannak, és azok a szálláshelyek, amik ezt a minősítést
megszerzik, azok egyfajta rangot, minőséget biztosítanak ezáltal. Mi a különbség a kettes, a hármas vagy a négyes koronás minősítés között? Egy-két példát, ha tudnál mondani, hogy a nézőink is tudják, hogy miben különbözik. Ha valaki minősíteni szeretné a szálláshelyét, akkor le kell töltenie a honlapunkról, a bükkfölőszállások.hu-ról egy űrlapot, amit ki kell tölteni. Ebben az űrlapban szerepelnek azok a kritériumok, amiket az egyes koronás minősítéshez szükségesek. Így például azok a dolgok szerepelnek, például hogy a konyhában, hogy milyen eszközök lehetnek. A kettő koronánál például te a konyha kell, hogy legyen. A három, illetve négy koronánál már egyéb eszközök, például mikrosütő és egyéb kenyérpirító, egyéb eszközök is szükségesek. A szállásadók el tudják dönteni, hogy ő nekik ez alapján, a lista alapján megfelel, melyik típusra felel meg a szálláshelye, és úgy adják be a pályázatukat, hogy megjelölik, hogy kettő, három vagy négy koronás minősítést szeretnének kérni. Mi a tapasztalatotok, ezek a koronás minősítések, amikor valaki az interneten keresgél, ezek a minősítések azért számítanak, amikor szálláshelyet választanak? Én úgy gondolom, hogy most még nem annyira ismert ez a minősítési rendszer, de bízok benne, hogy a jövőben ez felfut, és mivel hogyha Bükön is a legtöbb szálláshelyet meg fogja csinálni, akkor ez egyfajta garancia lesz arra, hogy minőségi szálláshelyek lesznek. Hát lehet jövője ennek a minősítési rendszernek is, hisz úgy tudom, hogy pillanatilag négy olyan tagotok van, amelyiknek már van ilyenfajta minősítése. Igen, négy tagunknak van jelenleg. Én bízok benne, hogy jövőre már az összes tagunknak lesz. Ez nagyon ajánlott, mivel hogy ez a pályázati rendszer is, amit most kért az önkormányzat, ennek egyik kritériuma, hogy a jövő évtől csak azok a szálláshelyek pályázhatnak, akik részt vettek ezen a minősítésen. Én minden szálláshelyünknek azt javaslom, hogy az idén indítsák el most ezt a minősítést. Ennek körülbelül az átfutási idő 2 hét, amíg megkapja a számlát, amit befizet a minősítésről, és ezt már el is tudja számolni a pályázatban. Nem véletlen, hogy kitértünk erre, hisz gyakorlatilag ennek az egész pályázati rendszernek az egyik mozgató rúgója éppen az, hogy minél több minősített szállással rendelkezzen Bükk. Tamás, hogyan, miképp képzelhetjük el a következő lépéseket, mit kell tenni a magánszállásadóknak, hogy ebben a pályázatban érvényesen tudjanak pályázni? Igen, ahogy Gyula is elmondta, mindenképpen a célnak a pályázatnak, hogy a szállásségnek a minősége javuljon, fejlődjön továbbra is, hiszen ez a védjegy, ez egy vendégbarát védjegy, vendégközpontú védjegy, mindenképpen azt segíti, hogy olyan fejlesztéseket hajtsanak végre a magánszálláshelyek, amelyek valóban fontosak a vendég számára. A pályázatnak hivatalos kiírása március 30-án fog megtörténni, szerepelni fog a Büki újságban, a vízibükk.hu oldalon, és a szobakiadóknak a honlapján is. A pályázatoknak a beadási határidő április 18-a lesz. Az nagyon fontos, hogy csak azok indulhatnak ezen a pályázaton, akik tagjai mind a kettő szervezetnek, tehát a TDM-nek és a Szobakiadók Szövetségének is. Mi azt kértük a pályázatban, hogy március 31-ig jelezzék a TDM felé a belépési szándékot, csak még el tudjuk bírálni ezt a pályázat beadása előtt. A pályázat, arra vigyázni kell, hogy a pályázat beadása előtt nem lehet számlát elfogadni, tehát csak olyan számlát tudunk a pályázatban elszámolni, amelyeket a pályázat beadása után fizettek ki, illetve fogadtak el a szolgáltatók. Ezek a számlák szólhatnak beszerzésekről, beruházásról egyaránt. Mi azt írtuk ki, hogy a védjegyrendszer alapján az abban szereplő szolgáltatások a pontrendszer szerint fogadhatók el. Tehát mindenképpen azt kérem a tagjainkat és a szobakiadók tagjait, hogy nézzék át pontosan, hogy olyan beruházást szeretnének-e megvalósítani, amelyek szerepelnek ebben. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy én és kollégám rendelkezésre állnak, ha bármilyen kérdés van, nyugodtan keressenek minket, akár e-mailen, akár telefonon, akár személyesen, mind a kettő információs irodában.
Egy magánszállásadó elhatározza, hogy szeretne pályázni. Végig gondolja tehát, hogy milyen eszközök kellenének, vagy milyen módosítást szeretne végrehajtani mondjuk az apartmanjában. Jön a következő dilemma, hogy vajon maximum mennyi a pályázati összeg, mennyiért pályázhat ezt, hogyan kerül megállapításra? Nagyon jó a kérdés. A támogatás összeg a maximum a pályázó által a tavalyi évben, tehát 2016-ban beszedett IFA-nak az 50%-a. Tehát, hogyha valaki a tavalyi évben 500 000 forintot befizetett, akkor a maximum 250 000 forintra tud pályázni. Viszont a számla maga a szólhat nagyobb összegről, tehát lehet egy sokkal nagyobb beruházás is, viszont mi támogatásként csak azt a 250 000 forintot tudjuk adni. Andrea, amikor az önkormányzat döntött az összegről, akkor milyen összeget határozott meg erre az évre, illetve az összeg ez egy felső korlátos összege, vagy esetleg növelhető? A 2017-es évre a város képviselőtestülete 7 millió forintot különített el erre a célra, tehát ebben az évben 7 millió forint az, ami rendelkezésre áll, úgyhogy ezért fontos is az, hogy aki komolyan foglalkozik azzal, hogy pályázatot nyújtson be, minél hamarabb nyújtsa be ezt a pályázatot, mert az elbírálás az a beérkezés sorrendjében fog történni. De úgy gondoljuk, hogy ez az összeg, amit megállapított az önkormányzat, figyelembe véve azt, hogy milyen tapasztalatok vannak most már 2 év után Hévízen, ez egy olyan összeg, ami valóban reális, és úgy gondoljuk, hogy érdemes vele élni, még hogyha így elsőre, ahogy a Tamás elmondta, hogy határidők vannak, meg elég sok adminisztrációval is jár, de ebben nyilván segíteni fogunk. A lehető legegyszerűbb konstrukciót dolgoztuk ki, viszont vannak azért olyan törvényi előírások, amit muszáj betartani. Tehát az, amit itt elolvasnak majd a pályázati felhívásban is, ettől nem kell elrettenni, mert ez nem annyira bonyolult, mint hogy elsőre látszik. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy forduljon hozzánk bizalommal, és fogunk segíteni. Nem kötözködő a kérdés, hanem reális, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk csak 4 millió forintra jön pillanatilag pályázat a megfelelő határidőig, mert azért az egy újdonság, meg minden, akkor van-e erre esetleg lehetőség, miután az önkormányzat, ahogy mondta Andrea, 7 milliót állított be ebbe az évbe, hogy esetleg ezt a pályázatot egy későbbi időpontban megismételheti mondjuk a TDM? Erre a jelenlegi pályázati felhívás nem ad lehetőséget, tehát ahogy az elején is említettem, a TDM is ezt megpályázta, ezt a pályáztatást. És most jelen pillanatban ez az információnk róla, hogy ez az a keretösszeg, amivel a pályázatokat, amilyen mértékig a pályázatokat elbírálhatjuk, illetve amivel elszámolhatunk az önkormányzat felé. A későbbiekben nyilvánvalóan a tapasztalati adatok alapján ez a következő években felülvizsgálatra kerülhet, de most az idei évben ez az az összeg, hogyha kevesebb érkezik be rá, hát akkor sajnos nem használtuk fel azt, ami rendelkezésünkre áll, de minden esetre igyekezni fogunk minden pályázatot, ami hozzánk beérkezik, kedvezően elbírálni. Még azt el szeretném mondani, hogy egy bíráló bizottság fogja ezt a pályázatot elbírálni. Tehát itt a munka adminisztratív része az, amit a TDM szervezet végez, de aztán a TDM a Egyesület elnökségéből, valamint a Szobakiadók Szövetségének elnökségéből és az önkormányzatból is egy delegált tag részt fog venni a bíráló bizottságban. Köszönöm. Tehát akkor Gyula, meg kell mondani a magánszállásadóknak, hogy hát húzzanak bele, mert a határidő az záros, és hát utána már hiába kopogtatnak. Indulni akarok én, mint magánszállásadó. Befizettem a 2016-os adómat, beléptem a Büki Szobakiadók Szövetségébe, beléptem a BBKT-je szervezetébe. Még mit kell tennem, hogy ezen a pályázaton indulja? Kell-e én nekem igazolás, hogy 2016-ban mindent befizettem? Mik szükségesek még? Milyen adminisztrációs feltételek vannak? A honlapon lesz elérhető a pályázati felhívás, hogy ezt említettem, ott szerepelnek a mellékletek is, tehát maga a pályázati űrlapanyat ki kell tölteni, és minden oldalát alá kell majd írni. Valamint be kell szerezni a Büki Szobakiadók Szövetségétől egy igazolás, hogy ők tagjai a Büki Szobakiadók Szövetségének, ezt a mintát már Gyulával elkészítettük. Az adóhatóságtól be kell szerezni egy igazolást arra vonatkozóan, hogy milyen távolszám alatt végzi a tevékenységét a szobakiadó.
valamint Bükkváros önkormányzatának adócsoportjától be kell szerezni egy igazolást, hogy tavaly éppen befizette az idegenforgalmi adót, és olyan pontosan mennyi az összege. Amit még el szeretnék mondani, az az, hogyha valaki vállalkozásként több magánszálláshelyet üzemeltet, akkor ő egy pályázatot tud beadni, viszont hogyha valaki akár családján keresztül több néven több magánszálláshelyet üzemeltet, akkor ő az engedélyek alapján, tehát vállalkozásonként tud egy-egy pályázatot beadni, akkor is, hogyha maga az épület összefüggő. Értem, tehát hogyha valakinek van három önálló, egymástól független apartmanja, akkor akár háromszor pályázhat? Nem, hogyha az egy név alatt fut, tehát egy vállalkozás igen. alatt, akkor egy pályázatot tud beadni, de nyilván a teljes összegre vonatkozóan, viszont ha van egy olyan ház, amely, mondok egy példát, 20 szobából áll, viszont X szobánként le van osztva a család különböző tagjaira, akkor neki X pályázatot kell beadni ahhoz, hogy teljes összeget fel tudja használni. Hiszen üzemeltetőként tudja beadni a pályázatot. Egy üzemeltető egy pályázatot jelent. A pályázat ugye utófinanszírozású, ez ugye azt jelenti, hogy akkor az illetőnek meg kell előlegezni, és amennyiben a pályázaton nyert, akkor utólag fogjátok ezt majd átutalni, kifizetni. Ez gyakorlatban hogyan történik majd? Június 30-ig kell beadni a teljes elszámolást, ami azt jelenti, hogy június 30-a után tudjuk mi az összegeket folyamatosan fizetni a pályázók részére. Tehát gyakorlatilag egy-két hónapra kell ezt csak akkor meghitelezni, ez egy nagyon... 2017-ben megtörtént a pályáztatás, nagyon sikeres volt, elfogyott a 7 millió forint. Mi lesz 2018-ban, Andrea? Folytatódik vajon? Igen, hát ugye erre utaltam itt az előzőekben is, hogy reméljük, hogy ez egy sikeres pályázat lesz, és hogyha sikeres a pályázat, és ezt az önkormányzat is úgy értékeli, hogy ez az idegenforgalmi adóból tulajdonképpen visszaforgatott összeg, ez jó helyre került, és valóban minőségi fejlesztést valósít meg, akkor bízhatunk abban, hogy ennek lehet jövője, és mint ahogy ezt a évzi példa is mutatja. Gyula, az előbb említetted, hogy ha valaki másodszor pályázik, akkor már valamilyen módon minősítéssel kell rendelkeznie. Gyakorlatban ugye most a két koronás minősítést, ha valaki megszerzi, akkor jövőre, ugye amikor pályázik, akkor feltétel, hogy a pályázat eredményeként mondjuk három koronás minősítést nyerjen el? Nem, csak maga a minősítés a feltétel, tehát az attól függetlenül, hogy kettő, vagy három, vagy négy koronás a szálláshely, az a lényeg, hogy minősítve legyen. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag elképzelhető az, hogy valaki most két, vagy három, vagy akár négy koronás minősítést ér el, és akkor gyakorlatilag a koronás minősítésen belüli fejlesztéseket tudja még ebből megoldani. Így van, természetesen, mert ugye mindegyik korona, az a 2, 3 és 4 is különböző kritériumok vannak, és ugye mindenki arra törekszik, hogy minél jobb legyen, jobb minőségű legyen a szálláshelye. Most lehet, hogy ennek a beszélgetésnek a hatására nagyon sokan elgondolkoznak, és koronás minősítést szeretnének szerezni. Ebben a ti egyesületetek miféle támogatást, milyen szakmai segítséget tud adni? Hát mi a honlapunkon egyrészt letölthetővé tettük ezt a dokumentumot, amit ki kell tölteni ehhez, hogy valaki minősítsen. A tagjainkat hírlevélben állandóan értesítjük az egyéb eseményekről. Ezzel kapcsolatban is majd szeretnék egy tanfolyamot szervezni. Tamás mondta, hogy hozzátok is bárki fordulhat bármilyen kérdéssel, azonban felvetődik bennem az, hogy azért idáig is volt nektek elég sok fajta munkátok, tevékenységetek. Ez mennyiben befolyásolja a télien szervezet leterheltségét, munkáját? Győzni fogjátok? Bírjátok majd? Mindenképpen a célunk az, hogy bírunk el, hiszen tagjainkat kell segíteni, és ez a télennek az alapvető célja, hogy tagjait segítse a tagjaik számára. Támogatást nyújtson, akár szakmét, akár ilyen esetben pénzügyi támogatást. Hogyha a minősítések megtörténtek, akkor az lenne jó, hogyha találkoznánk, és ennek az egész folyamatnak egyfajta értékelését tudnánk elvégezni, hisz, ahogy Andrea mondta, jövőre valószínűleg folytatódik ez a dolog. Hévízi példa alapján biztos, hogy nagyon pozitív lesz a visszajelzés, úgyhogy én akkor
Szeretném kérni a jelenlévőket, hogy tiszteljenek meg bennünket egy későbbi beszélgetésre, amikor már lehetne akár részleteiben is értékelni ezt a folyamatot. Nem tudom, van-e még esetleg olyan, amit szeretnétek elmondani, és nem beszéltünk még róla? Én csak meg szeretném köszönni a lehetőséget, hogy elmondhattuk mindezt, mert szerintem olyan sok információ az, amit most így összefoglaltunk így hárman, hogy ezt minél többször és minél több fórumon hallják, annál inkább válik ismerté a teljes történet. Úgyhogy örülök, hogy ezt erre lehetőséget kaptunk, és természetesen rendelkezésre állunk a későbbiekben is. Én annyit szeretnék mondani még, hogy minden szállásadónak, aki nem tag nálunk, magánszállásadónak, mi küldtünk egy levelet, hogy miért érdemes a szövetség tagjának lenni, például ez a pályázat is nagyon jó ötlet. Én bízok benne, hogy az összes szállásadó, mind ahogy Hévízen is itt is a szövetség tagja lesz, és együtt közösen tudjuk képviselni a szövetséget. Köszönöm. Kedves nézőink, akkor, mint ahogy Spilenberg Andrea mondta, nagyon sok információ hangzott el. Ezért a YouTube-on, illetve a Facebookon a mai adásunkat újra megnézhetik, kielemezhetik, valószínűleg ez segíteni fog a pályázatba, és hát akkor sikeres közös pályázatot kívánunk mindenkinek, közös siker lesz, úgy érzem, Bükknek, városnak, de azoknak is, akik ide látogatnak Bükkre turistaként. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!